Jó estét kívánok! Fischer Évának hívnak, a Magyar Nemzeti Múzeum történeti fényképtárának vagyok a munkatársa. A Nemzeti Múzeum Szabad Egyetem sorozatának a harmadik előadásán ülünk, ami már is egy kerekasztal beszélgetés. Köszöntöm a résztvevőket is, Kornis Pétert, Márkuti András, Szilágyi Henkét és Starka Klárát. A Szabad Egyetem gondolata, illetve a mostani ősznek a programja úgy alakult ki, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Nemzeti Múzeumban fogadhatjuk az André Kertész retrospektív kiállítást, és emellé a nagyszabású kiállítás mellé egy kísérő kiállítást is készítettük Tomsics Emőke kolléganőmmel, amelynek a címe Kertész képek, André Kertész és Magyarország. Ebben a kísérő kiállításban azt szerettük volna nyomon követni, hogy hogyan jelenik meg André Kertész műve Magyarországon, milyen kiállításokon, milyen képeken, albumokon keresztül ismerhette meg őt a magyar közönség, milyen hatással volt, ha úgy tetszik, az ő élete a fotográfiára, amit ugye maga is megfogalmazott, milyen viszonyulásunk van hozzá, és miféle örökséget hagyott maga után. Az örökség esetében természetesen egy legfontosabb része ennek az örökségnek, hagyatéknak a kép, a mintás kópia, akár amely legértékesebb, illetve természetesen azok a késői megítások is, amelyek nagyon fontosak az ő esetében. Beszélhetünk azokról a személyes tárgyakról, azokról akár azoknak is csecsebecsékről is, amelyek megjelentek az ő képein, és amelyek egyrészt a Magyarországon található. Beszélhetünk egy másfajta hagyatékról is, arról a hagyatékról, amit ugye a neve jelent, a nevének a használata. Akár egy ösztöndíj esetében, mint az André Kertész ösztöndíj, akár egy nagydíj esetében, mint az André Kertész nagydíj, a mai napig átadják minden évben, akár egy terem esetében, ami a mai Monoház terem, az egyik terem, az André Kertész terem. Ez egy érdekes viszonyulás, és remélem, hogy a mai beszélgetés körülbelül egy órájában lehetőségünk nyílik arra, hogy egyfelől kicsit beszélgessünk magáról a kertészi figuráról és az ő megérkezéséről elsősorban a 80-as években Magyarországra, másfelől pedig, ha szabad képzavarra élni, összecsengethessük a jelenlevőknek a kertész képeit egymással. A beszélgetésünk első részében szeretném megkérni Kornis Pétert, hogy mutassa, amit hozott nekünk, ő készült ugyanis egy érdekes válogatással André Kertész képeiből. Ezt szeretném megkérdezni, milyen alkalomból készült ez a válogatás, és hát természetesen nem tudom, akkor a szó. A válogatás a Filmművészeti Egyetemre készült, ahol elmúlt 5 évben mindig van egy, minden évben van egy szemeszterem, és hát mondanom se kell, hogy ez egyébként nem fotográfiát tanítok, a címe annak, amiről előadok, az a címe, hogy az állókép, a mozgókép egyetemén, és inkább arról beszélek, hogy milyen a fotográfiai gondolkodás. Ez így nagyon, tudom, nagyon általánosan hangzik, de hát valahogy így próbálok kibújni az alól, hogy ne fotót tanítsak, ne fotótörténetet, ne fotóesztétikát, hanem hogy az ő agyuknak a fotográfiát egy kicsit közel hozzam. Most André Kertész nem maradhat ki ebből nyilvánvalóan, és én ma reggel eszembe jutott, hogy felajánlom ezt a kis összeállításomat, amelyről annyit mondanék, hogy az első kép, nem tudom, látom, hogy igen. Az első kép az első 1914, az utolsó képek, hát pedig hát a halála előtt azok a bizonyos híres polaroid képek, és ez az összeállítás átfogja az életét. A képek alatt cím nincs, de évszámban, és azok nagyon sokat mondanak. Én azt hiszem, hogy engem ez izgatott, ez az életünk és azok a képek, amelyek ezt végig kísérik, és ami nekem a legizgalmasabb a kertész örökségben. Ezzel vissza is adom a szót. A nagyon fontos momentum, amit említett a gondolkodás kapcsán, a fotográfia és a gondolkodás, és egyáltalán a gondolkodó fotografálásnak a kérdése. Kertész kapcsán ez nagyon sokszor elhangzik, hogy az ő képei gondolkodásra késztetnek bennünket, tehát van egy olyan felülete, ahol úgy tetszik, ami rejtve marad, és folyamatosan arra készteti a nézőjét, hogy tovább gondolja ezeket.
Hadd kérdezzem meg Pétertől, hogy... Igen, hogy az a fajta megérintettség, amire más, egy más beszélgetésben hivatkozott kertész kapcsán, hogy megérinti a kertész szívet, azt mivel programoznál meg? Ha nem az elgondolkodásban, hanem a megérintésben. Igen, ezért itt nem kicsit bólogattam. De nekem nem a, de az elsőleges dolog nem, az, nem a gondolkodásra készteti, hanem valami hallatlanul emberi érintés. És ami emögött a sorozat mögött van, az, ha már magyaráznunk kell a bizonyítványt, az hát tulajdonképpen sok-sok évtizedet ölel át, azon kívül hihetetlen sok hatás érte az André kertész ezek alatt az évtizedek alatt, hiszen hát az Esztergomtól egészen New Yorkig, a Washington Square-ig, hát azért ez hihetetlen nagy és gazdag életpálya, és a hatások mögött, amik láthatóak a képeken, mindig ott érezzük ezt a hallatlanul érzékeny embert, aki tulajdonképpen mindig nagyon belülről, nagyon érzékenyen komponál, érzékenyen nyúl a képekhez, mindent megérez, ami előtte van, mindent képé változtat, új dolgokat talál, mindig új dolgokat, de aztán sosem megy mindig csak az út után, hanem mindig a maga útját jár, és mindig az marad, aki volt, az a nagyon érzékeny. Nagyon egyszerű, azt is kéne mondjam, hogy nagyon egyszerűen fogalmazó, és mégis csodálatos, mélységet eljutó fotográfus. Ezek között, a képek között, amiket most láthatunk, van olyan esetleg, ami volt, hogy hosszú ideig nem tűnt igazán elfogadhatónak, jónak, hogy mondjam csak. Az újraolvasásról egy korábbi beszélgetésben beszélt. Nyilvánvalóan az új ránézésnek is vannak revelációja. Volt olyan kertészkép, amit sokkal később fedezett fel újra magának? Ez kérdésem Péterhez is, és igazából a többi résztvevőhöz is. Nyilván volt, mert ez egy olyan gazdag élet. Tehát erre a válasz kirtó egyszerű. Hát az ember állandóan új és új képekkel találkozik, és most nem azért, mert itt ülünk a Nemzeti Múzeumban, de hát ez minden, ezt úgy nézzék meg, hogy ez minden idők egyik legjobb kiállítás, és ezt nem én mondom, hanem az Angol Nemzeti Fotomúzeum alapító igazgatója itt volt, részt vett egy beszélgetésen, az André kertész kiállítás megnyitása alkalmából, és ő, aki az Angol Nemzeti Fotomúzeumban rendezett André kertész kiállítást, ő mondta nekem tavaly, hogy de a legjobb André kertész kiállítás, ami valaha volt, az a Zsődök Bomba látható kiállítás, amit most itt láthatunk a Magyar Nemzeti Múzeumban. Hát itt aztán rengeteg új képet látni, felfedezéseket, már mit szokott maga számára. András? Nekem érdekes volna a vállalkozás is, amit Péter csinált. Meg kell mondjam, hogy nem találtam meg benne kedvenc André kertész képemet a temegén, de hát igazából olyan gazdag életmű, hogy azt hiszem, ha 20-an válogatnánk belőle, akkor lehet, hogy 20 teljesen különböző válogatás lenne belőle, de azt hiszem, hogy nagyon sok olyan kép van, amit én is mindenképpen beraknék. Nekem nagyon érdekes volt, hogy most egy Péter csak a dátumokat írta oda. Tehát az, hogy ez az úszó képe, ami ilyen teljesen keresztkompozíció, illetve átlós kompozíció, az 17-ben született, amikor még ez nem volt annyira gyakori. Tehát a Rodchenkoék később ezt azért nagyon nagy tökélyre vitték, de hogy ez ennyivel korábbi, ez még bennem sem tudatosodott. És nekem ami nagyon érdekes kertészben, hogy az emberekkel bánt. Tehát, hogy mindenki végül is úgy van lefényképezve, hogy ezt a kertész feltétlenül megálmodhatta. Tehát az Eisenstein nyilván beállította, az összes többi utcai jelenete az egy kifejezetten jó riporter. Ami egy nagyon jó riporteri kvalitásról is árulkodik, és hát az emberben mindig felvillan az, hogy mi lett volna az ember. Ez ugyanezeket a képeket megcsinálja, ki meg. De itt fog publikálni, megjelenik a Pesti napjóba, a többi hasonló napba,
vasárnapi újságban, tehát mit tudnának ma róla, mit tudnánk mi ma róla, szerintem semmit. Nem egy picit, körülbelül annyit, mint esetkárról. Tehát valószínűleg ennyit, a világnak nem lenne érdekes, felfedeznék, érdeklődnének iránta, de nem kerülne bele a világ, mit tudom én, 20 legjobb fotográfusában, de most vitathatatlan ott van mondjuk 4 magyar. Tehát ez is egy szörnyű dolog, hogy itt vagyunk, csináljuk a képeket, és mit tudom én, milyen szerencséget ez kiment. És a franciák publikálták, az amerikaiak publikálták, a végén igazából ma már nincs olyan fotótörténeti könyv, amiből ki lehetne hagyni André Kertészt anélkül, hogy az illető könyvszerkesztő ki ne írná magát a fotográfia klasszikusai közül, mert biztos, hogy abban a pillanatban azt mondják, hogy ez alkalmatlan arra, hogy egy kiállítást is rendezzen. Tehát nagyon sokat számít. Kertészsel kapcsolatban nekem még volt más élményem is, hogy most ez egy picit más felé viszi a mondandómat, tehát nekem van egy eredeti André Kertész képen is, azt kell mondjam. Tehát nagy szerencsére jutottam hozzá, igazából a feleségem egy újságíró volt, és az ő kolléganője egy Franciaországban ő magyar zenészről csinál nagyobb anyagot, és ahol kapott egy képet a zenésztől, és rá volt írva, hogy André Kertész felvétele, és amikor költözött a szerkesztőség egyik helyről a másikra, akkor kidobta. És akkor szerencsém volt, mert a feleségem ott volt, és látta, hogy ez ki van dobva, és megkérdezte a barátnőjét, hogy hát ezt elvigyelti, és mondta, hogy persze, és tehát így jutottunk hozzá így egy képhez. Tehát igazából nagyon vegyes ilyen szempontból a megítélése, tehát rengeteg feltétlen francia, franciaországi magyar hagyatékban még rengeteg nagyon jó André Kertész kép kallódhat idézőjelbe. Reménykedhetünk benne, hogy talán a Magyar Nemzeti Múzeum kutatói esetleg felfedezik. De ez volt az egyik ilyen kertész képélményem, a másik ilyen kertész képélményem, ami szintén egy picit távolabbra vezet, hogy 2000-ben itt André Kertész ösztöndíjas voltam ki Párizsba. Rossz indulattal igazából az egyike voltam, aki a kertész ösztöndíjat kitaláltam, mert, és aztán Boros Géza végigvitte, de elmentünk a Kincses Károllyal ki Párizsba egy fotókereskedő, az, aki kifejezetten fotókra volt szakosodva, és akkor ott turkáltunk mindenféle dolgokat, keresgéltünk, én itt tudom én néhány kisebb nadárral megelégettem, a kincses az nagyobb falatokat akart, és oda várt a kereskedőnek, és kertész nincs, és úgy megnyugtatott, hogy 3-4 napig jöjjenek vissza, biztos lesz kertész is. És akkor visszamentünk 4 nap múlva, és már mosolyogva fogadott a pasas, mert látta, hogy jött a két hülye magyar, és aztán lerakott 3 akváriumról készült képet, elég szörnyűek voltak, azt kell mondjam, viszont iszonyú árat kért érte, és a kincses meg is vizsgálta őket, hogy tényleg a pecsét eredeti, a kora eredeti, tehát minden rendben van, tehát feltétlenül kertésznek azokból a abból az idejéből származik, amikor fontos volt számára a megélhetés, dolgozott rengeteg újságnak, és valószínűleg valamelyik újság archívumából kerülhetett oda, valószínűleg valamilyen akvarisztikai rovatot lehetett vele illusztrálni, de nem lehetne kirakni a Nemzeti Múzeumnak ezen a kiállításán, mert másról szól. Tehát igazából ez a fotográfiának a másik felelőssége, mikor mivel találkozunk, mikor mit találunk. Továbbadnám a szót, mert túl sokáig tartottam. Bocsánat, hogy reagáljak erre? Azt mondta András, és tökéletesen igaza van, hogy aki manfotótörténetet ír, az nem hagyhatja ki André Kertészt, hanem nem veszik komolyan. A Magyarországon először megjelent átfogó fotolexikóba, ez ki is van téve a kísérleti állításban, nem szerepel André Kertész. Rossi szerepel benne, Nari Cartier Bresson szerepel benne, de Kertész Barbier-nek volt fontos. Micsoda különbség. Én emlékszem rá arról, hogy szerepel egy dokumentumkép a kísérő kiállításban, amikor 1984-ben Váci utcában sorba álltak az emberek. Azoknak az önben fotográfus volt, vagy a fotográfia a
akkor teljesen különcnek tartott szerelmese. Hogy dedikálásod a mesterrel, a fotóművészeti galériában volt a dedikálás, aminek a helyen most volt Görgi Mutnak nagyon jó. Ez is lehetne egy érték a időváltozásnál. És haladtak el a járókerülők, hogy nem volt divat az 1984-ben sorvány a Váci utcába. És kérdeztem, hogy mi van benne? És mondták, hogy ahogy megkérdezte, ez ki van, ez egy fotográf, és fotó? A járókerülők, hogy lehet sorban lenni egy fotósért? Tehát egy óriási változás van valóban a fotográfiai megvéstését illetően. És én utólagos és előzetes beleegyezésével Kornis Péternek több mondását használni szoktam. Az egyik az az volt, amikor még éppen ezekben az időben, a 80-as évek elején tartott egy előadást. Azok kevesek közé tartozott, aki képbe volt azt illetően, hogy a világban a fotográfia, fotóművészet, fotóriportázs az volt tart. És azt mondta, hogy a világban a fotográfia megbecsülése hihetetlenül növekszik, a fotográfusok megbecsülése az pedig nagyon szomorúan csökken, és azt hiszem ez a folyamat, ez a mai napig is annak örülünk annak, hogy a fotográfia megbecsülése az növekszik, és milyen nagy klasszikusok valóban. Amikor az előbb megnéztük lent a kiállítást, akkor megkérdeztem azt, hogy 84-ben személyesen találkozott a kertésszel, és meg azt mondta, hogy nem. Sem 84-ben, sem másképpen. Nem találkoztam, emlékszem rá, amikor itt volt, és egy nagy esemény volt itt, de én találkoztam rá, emlékszem már pontosan. Éppen akkor hogy szaladt az életem, de... Tehát személyesen nem. Nézzük meg most néhány képet a Schwander Endre által készített felvételekből a 84-es Viga Dober kiállítás megnyitójáról. Elvégeztem, hogy viszont amikor a KTR-hosszú itt volt, akkor volt azon a negyed valós kísértőben és hát bevallom, mert amikor kezdtem ismerkedni a fotográfiát, az kisaival kertész volt a kermencem, a KTR-hosszú, ezek. És a legrégebbi emlékeim a kertész képeim alatt az egyik ez. A másik pedig ez a Andrea Méterre, is lehet látni a számba. És aztán gondolkoztam már, hogy ez miért van, hogy vagyis mi a különbség a kettő között, hogy úgy érzem, hogy a Pörszon képei, hát hogy mondjam, ilyen csillogóbbak vagy ilyen primérek módon látványosak és hatnak, és hogy a kertészképek meg elmélyítettek, és hogy azok nem pillanat képet igazán, hanem ilyen kivált képet. Tehát, hogy sokkal elmélyítettemnek érzem valahogy, és arra így van, hogy később sikerült ráérhetem. De sok korszaka van, és bár állítólag elhatárolta magát is a szürrealistáktól, amikor ott ért velük egy városba, de azért rá is, itt is megcsapta a korszellem. Mert vannak itt ilyen képek, amik, hogyha elvonatkoztatunk attól, hogy mi van rajta, akkor nem ott kezdem, hogy amikor bejöttem először erre a kiállításra, akkor nem volt rajta a szemüveg. Megláttam az első képet, azt a szűk az első, ez a fiú, az az alvó fiú. Igen. Hát ezt itt nem láttam pontosan rögtön, hogy mi van rajta, tehát ez egy absztrakt kép volt, tehát ha akármilyen irányból nézik, ez akkor is kép. És hát ez volt az egyik legnagyobb. Aztán pedig, hogy az ember sokszor azt hiszem, hogy fedezze el valamit, aztán kiderült, hogy már sokat volt legyen például azt nem tudtam, hogy ő is itt küldött képes lapokat a barátnőnek ismerőseinek, így a saját képeit
egy címekben. Tehát volt az egyik felfedezés, meg hát több ilyen hasonlóság, amiről azt hiszik, hogy hát ezt mi csináltuk, ezt a kiderült, hogy már 1910-ben. Hát, hogy sok ilyen hasonlóságot fedez fel az ember. Miközben nem tudja, hogy kinek a nyomdokain jár. Úgyhogy ahogy öregszünk, hogy építjük be magunkat ebbe a dologba. Ezek nagyon jó gondolatok, hogy ezt közben, hogy néztük a Schwanner felvételeket, itt hallottam, hogy Péter mondja, hogy ma Benkő, de valóban az egyik jelenlő az ott szerepel kezelőképpen is, mert látható a felvételekből, hogy rengetegen a fényképezőgéppel állják körül és keresik a megfelelő szöget és a megfelelő pillanatot. Önök ott voltak ezen a végadóban megnyitóan, vagy a kertes volt? Igen? András, ott volt-e? Én kezdtem az előadókat, mindenki is valószínűleg azért emlékszik kevésbé, nem köszönöm a fiatalokat. Tehát 85-ben, tehát hány éve? 25. Tehát, tehát sokkal fiatalabbak voltunk, rengeteg ember vette körünket részt állandóan, a nagy neves fotográfusok minden, tehát ők kezdő fiatalok nem nagyon szaladgáltunk, vagy ha szaladgáltunk, egy-egy kockát csináltunk, én egy kockát csináltam kertészre és Kornis Péterből, egyszer elő kell, hogy vegyen meg, így értem neki. De mivel összesen egy kockát csináltam, és utána láttam, hogy még 74 fotográfus ráveti magát azonnal a kertészre, én visszahúzódtam, tehát egy ilyen picit félénkebb fotográfus voltam, ha bár ez már valószínűleg nem látszik. De hihetetlen népszerű volt a kertész, kézről kézre adták a fotográfusok. Itt, amikor volt ez a egykori fotoművészeti galériában ez a kiállítás, illetve a könyvbemutató, akkor sorba álltunk, mert tudtuk, hogy korlátozott példányszámba jelentek meg könyvek. Azóta bánom, hogy nem dedikáltattam, csak olyan hülyén álltam volna ott, hogy akkor most mit írjon bele. És nagyon örültem, hogy megvolt, emlékszem, hogy vettem belőle azonnal három könyvet, amiből kettőt Londonban nagyon jól el tudtam cserélni ilyen angol fotoművészeti nagyon jó könyvekre, mert hogy nekik nem volt olyan, és iszonyú nagy értéken volt kint, tehát kifejezetten egy jó dolog volt, és rengeteg fiatal is jött, rengeteg középkorú idősebb, és itt tényleg egy nagy fotográfiai esemény volt maga, az, hogy a kertész személye itt van. Még a Schwannertől hallottam, hogy néha megállt fényképezni, és akkor olyan 20-25 perceket várt, vagy fél órákat, hogy jön egy madár valahol a képbe. És ez egy olyan szokatlan dolog volt, mert úgy fiatal riporterként, hát elküldtek valahova, és akkor viszonylag gyorsan megcsináltuk a dolgokat, de szerencsére a Schwanner is sokat mesélt róla. Úgyhogy ilyen szempontból a munkamódszer szempontjából is, ahogy mondta tulajdonképpen a lehinket, tehát ő nagyon szerette kivárni azt a pillanatot, amit ő elképzelt. Amit a Lenke mondott, az nagyon érdekes, hogy valóban a Cartier-Bresson-nak a képei voltak azok, amelyek, de én is csak most jöttem rá, hogy az, amelyek először úgy megfogták az embert, és ő volt a nagy, és egy kicsit utána jött csak az André kertész, nekünk a világban nem tudom. Egyébként, ha jól emlékszem, a Cartier-Bresson volt, aki azt mondta, hogy mi mindannyian nagyon sokkal tartozunk az André kertésznek. Tehát ő azért tudta, hogy ki a kertész, mi kevésbé. Pesten igen, találkoztam, sőt, fényképpel csináltam pár képet is, szerepel Benk Imrének el is küldtem, és még az a megtiszteltetés ért, hogy meg is látogatott az otthonomban. Van itt az André kertész Pesten könyvőrz egy képet, ahol a feleségemmel ott ülünk. Nekem mondjam, nem emlékszem, miről beszéltünk. Annyira inkább az nyug,
üdvözött, a lényeg üdvözött le, egész különleges volt. Én most nem ugye hátrafele nem tudok fordulni, és nem tudom, hogy az a sorozat, amit csináltam, annak az utolsó képe, ha jól emlékszem, egy portré róla. Erősítsenek meg, jól. Van egy olyan arckép, egy olyan színes olyan arckép, árkép, de előtte van egy por, vagy utána van egy portré róla. Az most stimmel? Rátettem azt a képet? Rá. Egy fekete-fehér kép, a legutolsó. Na most, ha szabad, ugye, én mégiscsak egy fotográfus vagyok, és akkor tessék megengedni, hogy képben valljak róla. Szóval én ezt az embert éreztem, egyébként ez nem igaz ez a kép, mert ő nem volt ilyen derűs, de itt hallatlanul boldog volt. Érezte azt az örömöt, hogy itthon, szóval ő itthon volt, ment Szigetbecsére, vitték, hozták, szerették, rajongtak érte, érezte azt az őszinte szeretetet, nem a sznobizmust. Hát akkor gyorsan már elmondom, hogy Amerikában nagyon nem szerette. Mondhatnám, amikor Amerika szóba került, akkor most egy percre megmutatom, akkor így rázta az öklét és Amerika. És akkor kérdeztem tőle, hogy hát jó, hát nem. De hát ő Franciaország teljesen magáénak tekintette. Hát a franciák úgy néztek rá, mint egy nagy francia fotográfusa. Párizs városa örök lakást ajándékozott az André kertésznek. És akkor kérdeztem tőle, de ott az örök lakás, hát Párizs vár, Franciaország magáénak tekint. Hát mi nem költözöl vissza Franciaországba, így utálod össze az Amerikát. Ő azt mondta, hogy fiam, tudsz még egy országot, ahol 10 000 dollárt adnak egy printért? Tehát meg kellett élni, de nem szerette. Na most itt Magyarországon viszont nem ez volt, hogy 10 000 dollárt adnak, hanem az, hogy egy nagyon őszinte szeretetet érzett, és ettől itt kivirult. Ez maradt meg benne. Aztán majd még egy anekdótát elmondom. Klára? Arra emlékszem, hogy tényleg óriási szerepet vettek körül. Hát én akkor még az elején jártam a fotográfiával, ahol szerelembe esetésnek. És bár annyira nem voltam tudatlan, mint a Vácz utca járókörül nagy részt, hogy egy fotós sorban állni, azt tudtam, vagy egy nagy fotográfus amit. De összetett szólva, és örülök, hogy több mennyit hallottak, bajban voltam kertészel. Úgy gondoltam, hogy ez az életű és ez az ember nagy lehetnék, egyszerűen nem értettem, hogy mitől működnek a képei. Amúgy lehetettem, de nem tudtam megfejteni. És ez, hogy a magyar fotográfus szakma számára, hogy a 60-as, 70-es évektől Kártyai Presszon volt a zsinórérték, ez tökéletesen így van, ez dokumentálban van, elméleti írásokban, töprengésekben a fotó jövőjéről, a szaksajtóban már csak arról beszéltek, hogy Bresszonos képeket kell csinálni, mert azok a korszerű képek. És azt hiszem, hogy tényleg így áll a helyzet, hogy Bresszonon valószínűleg elkezdtünk el tanulni, és utána igyekezzünk bevenni, mert az alkotók alkotóként, mert csak úgy megtanulni a fotográfiát, szerető ember vagy az olyan érdeklődő ember. Még arra emlékszem, hogy már egy kicsit a de a nagy lelkesedés az néha áll csak a fotográfusoknál, hogy mondjam, túl közel lennek a témájukhoz, vannak, akik egy kicsit elveszik a mértéket, és bár Kertész nagyon boldog volt, de azért számos esetben már zavarta a fényképezés, különösen azok, akik nem tudták lemenni az exponálókat, az őket, és nem emlékszem sajnos, hogy egy ifjú kollégának oda szólt, és azt mondta, hogy édes jó Istenem, ennyi filmet el, az akarszottam meg ilyen filmes volt, ez egy képet csinál, várj meg a képet, és azt csinált meg. Akkor azt mondja, hogy elkezdtem a fülem mellett, hogy tulajdonítottam neki nagy jelentőséget, de azt hiszem, ennek van jelentősége. Jól. Ez az ennyi film, gyorsan akkor egy anekdótát muszáj elmondanom, nem én voltam a tanúja, hanem a Magnumnak egy fotográfusa, később elnöke lett, a Thomas Höcker, aki elmesélte, hogy egy autóba utazott, egy taxiba utazott
az André Kertésszel, aki akkor már hát egy klasszikus volt, és az Avedon, a Richard Avedon, aki hát egy szintén egy nagy fotográfus volt, de hát egy jó, a fiatalabb évjára, aki azért úgy nézett az André Kertészre, ahogy mi nézünk, és hát ültek a taxiba, és akkor az André Kertész kedvesen odaszólt, kérdezte az Avedont, és mondd Richard, és egy évben te mennyi jó képet csinálsz? És akkor az Avedon, aki azért egy csodálatos fotográfus volt, és terméke, tényleg egy csodálatos volt, hát ugye tudta, hogy ki mellett ül, és szerény akart lenni, és azt mondta, hogy hát olyan hát talán van 8-10-et, mire azt mondta az André Kertész, olyan sokat? Klára, említetted azt, hogy a 80-as években, amikor a dedikációra váltak a tömegek, akkor, hogy idézelek, a fotográfia különcnek számító szerelmesei. Miért számítottak akkor tehát különcnek ezek a szerelmesek? Hadd kérdezzem meg, nekem is annak emlékeim azokban az időből, de még igen kicsi voltam. És valami olyasmit említettél itt az előbb, hogy nagyon megváltozott azóta a fotográfiai közeg. A helyzete is természetesen a megítélése ezt ismerjük, de hogy a belső közeg, a belső hálózata is ennek. Valóban így van, de egy jó példát már nem adott már Tanti András, akit adott André Kertész szeretetéről, bár a Vintage-ről itt múlt fényteken a fiatal fotonászati stúdiója ugyan a megjelent antológiája kapcsán. Vekel azt mondta, hogy egy jó történetet, hogy megoldhatott, amikor nem megvallottást kapott egy Vintage, és már ugye tudja, hogy ez micsoda érték, és micsoda megbecsülés. A fotóját különösebben érdeklődött volna, és mondjuk, hogy nem amatőr, aki maga is fényképezik, akkor nem előbb akar megjelenni fotóriporterként, hogy így úgy amúgy, hanem ezt nagyon tartja. Abban az időben én egy magamnak dolgoztam, folyamatos közelharcot kellett azért vinni, a nagynevű szerkesztőkkel, hogy fotográfiáról egyáltalán publikálni lehessen valami. Abszolút nem vették komolyan, nem akarok neveket mondani, ma is nagy tekintélynek számító és közszerető egykori szerkesztőkről van szó, akik nem úgy André Kertész nevét nem hallották, de a legjelenebb fotográfiai műveltségükről nem volt, és ez akkor egyáltalán nem számított különösnek. Úgyhogy tényleg úgy mondanom, hogy egy viszonylag kis szinte partizánként próbált egy kicsit jobban elmélyedni ebben. Ez az intézmény, illetve a történeti fényképtárnál és annak különböző intézményei az, ahogy kivételnek számított, mert egyébként a nagy közgyűjteményekben sem vették komolyan a fotográfiát, tehát plusz a dokumentumot tartották. Hát ahhoz képest leírhatatlan nagy a változás. Van fotomúzeum, van mai manóházban, fotogalériák, olvassuk, hogy már magyar fotográfiákért is komoly pénzeket adnak, ilyen gyönyörű kiállítások vannak, konferenciák, sokan foglalkoznak vele, olvasnak róla, hozzátartozik a műveltséghez, és most már még azt is hallottam, hogy a magyar kultúra a legerősebb exportcikke a magyar fotográfia, amit egy örömmel hallok, és mondjuk már 30 évvel is így sem. Nem tudom, erre gondoltam. Igen, és tulajdonképpen az, hogy a szakíróságot kezdetem, tudom, hogy ez a szó, ez egy érdekes megfogalmazás. Egy beszélgetésben, amit a Kunis Péterrel folytattatok, Péter mondta azt, hogy ő soha nem nevezi magát fotóművésznek, mert hogy ez ugye egy szakmai mesterség a fotográfia. Adják elkészül, viszont már 80-as években is olvashatni egyértelműen, hogy fotóművész. Álljunk meg egy percet. Ő azt
Bocsánat. Igen, azért kérdezem. André Kertész azt mondta magáról, hogy amatőr. Azért kérdezem. Szóval, na hogy is áll ez az André Kertész dolog? Meg hogy is áll ez, ami nagyon okos volt, amit mondott a Lenke. Nem jutott eszembe ez az André Cartier-Bresson, meg hogy csillogó, meg ezt. De valóban ő volt a, amit a Szarka Kár mondott, a fotográfus. És most ezzel nagyon ugye elkezdtem gondolkodni, hogy az André Kertész képei valahogy olyan nagyon egyszerűek. Ahogy telik az idő, úgy kerülnek közelebb az emberhez, és az ember egy kicsit megismeri azt a falatlanul gazdag André Kertész gyűjteményt, akkor azt érzi, hogy olyan, annyi minden szűrt át magán, annyi kort szűrt át magán. Tehát, hogy ő amatőr, az amatőrizmust ő arra értette, mert ez lényeges, hogy ő nagyon szeret, ő belülről fényképezett. Ő úgy fényképezett olyan szívvel, olyan lélekkel és olyan kedvteléstől, mint egy amatőr. Na most azért meg is gyűlt a baja Amerikában. Tudik, Amerikában őt már sikeres fotósként csábították, megérkezett, és ugye ott volt az akkori, meg hát úgy visszatekintve is a világnak egy fotó fellegvára, a Life magazin. És a Life magazinnál André Kertész nem tudott betörni. De egyszerűen ez a fajta fotografális stílus nekik, hát nem felelt meg, nem akarom azt mondani, nem volt elég professzionális. Az André Kertész magának csinálta a képeket, és nem a Life-nak. És amikor aztán belekényszerült abba, hogy egy ilyen Home and Garden magazinnak dolgozva, hát majdnem belepusztult. Szóval ilyen értelemben volt ő amatőr, hogy ő magának dolgozott, és ezt aztán, hogy azért egy páram, hogy értjük, hogy mit jelent, ugye most a páram azokat értem, akik hivatásosak vagyunk. Hogy tudjuk, hogy egyszer van a szakmánk, van a lap, vagy könyv, vagy megbízatás, aminek eleget teszünk, és mellette csináljuk a magunkét, azt, amit magunknak csinálunk, és amiben felismerhetően és teljes szívvel magunkat adjuk. Na most ebben az értelemben volt ő, nevezte magát amatőrnek, de hát messze volt ő attól. Nem tudom, hogy ez kielégítő válasz-e. Értem, itt az elnevezésekről beszéltünk. Az egyik meglátásunk az volt a kísérőkiáltás kapcsán is, hogy referenciává válik viszont André Kertész. Az említette az, hogy Bressonnal szemben ugye később találtak rá Kertészre. De hogy abban, hogy a 90-es években akár az ösztöndi kapcsán, akár aztán a nagydíj kapcsán, akár majd a Manóházban a Kertész, amiről elnevezett teremben őre találkozunk, ami az ő nevével, mondhatjuk el, hogy valóban referencia. Ezt Andrástól kérdezem elsősorban. Én azt hiszem, hogy igen. Tehát az ember kultúrkörökben megfordul a világ bármely táján, akkor illik tudni, még a kevésbé művelt amerikaiaknak is, hogy ki az André Kertész. Tehát szokták tudni, azt kell mondjam, Párizsban nagyon ismerik. Ez nem azt jelenti, hogy az utcán az ember szembe jön három francia, és megkérdezem ki, ez a Kertész, akkor tudják, mert fogalmuk nincs. De nem rosszabbak még ilyen szempontból, de az értelmiség azért tudja, tehát a vezető értelmiség kifejezetten tudja, kiállító termekbe, galériákba, nagyon nagyra becsülik a képeit. Azt kell mondjam, hogy mint már említettem egy ilyen kis sztoriba, a kereskedők is nagyon nagyra becsülik a képeit, tehát ő egy hihetetlen nagy. Azt kell mondanom, hogy én rendszeresen járom borhapiac, és a magyar borhapiacon is szokták mondani, amikor valami fotókat keresek, hogy kertészt kéne megkapni. És tehát gyakorlatilag, és ez már jó, hogy az egyszerű embereknek is, az, hogy kertész megkapva, ez mond valamit, és úgy elmennek megnézni a kiállításokat, tehát érdeklődnek, tehát kinyílt egy kicsit ez a dolog. Nem tudom, én fordítva voltam Kertészsel és Cartier-Bressonnal, tehát én valamilyen, nem tudom miért, talán a Corvina sorozat miatt előfedeztem föl magamnak Kertészt, Cartier-Bresson, de
meg kell mondjam, hogy kifejezetten egy... Az ember külföldi fotográfusokkal is beszél, erről Péter is elég sokat tudna mondani, akkor mindig úgy valahogy, amikor a régi nagy magyar nevek szóba kerülnek, akkor valahogy egy ilyen hülye helyzeti előnyünk lesz. Ami nem biztos, hogy jobb fotográfusok vagyunk, de az, hogy ilyen neveket adott a magyar fotográfia, hogy Magyarország a világnak, én azt hiszem, hogy ez mindenképpen egy nagyon nagy dolog. És hogy ha megnézik, akkor igazából a fotótörténetet, azt nem a magyarok írják. Azt amerikaiak írják, németek írják, franciák írják, akik a saját közepes embereiket is nagyon profi módon benyomják. És ott vannak ezek közt, de ha megnézzük a valós teljesítményeket, akkor néha egy, mit tudom én mondjuk, négy magyar, egy-két cseh azért kibombázhatatlan. És sokkal jobbak ezek, csak azért tudnak bekerülni, mert annyival jobbak, mint a többiek. Tehát nem jó szívből rakják be ezeket, hanem mert annyira úttörők voltak. És hogy megnézzük a kertésznek, tényleg ezért volt jó és hálás vagyok, akkor is kérdezik, nézzük a dátumokat oda véste, mert amikor ott van a cím, meg minden egyéb információk, az emberbe ez a dátum így elveszik. Hogy mennyivel merészebben komponált, mennyivel érdekesebben fényképezett, mint a kortársai, akik közt szintén voltak nagyszerű nevek, de azok valahogy nem voltak ennyire, hogy mondjam, úttörő kompozícióban, formában, technikában. Tehát borzalmas, az ember összehasonlít egy mai korszerű fényképezőgépet, egy mondjuk 920-as fényképezőgéppel, úgyhogy mennyivel nagyobb tudás kellett ahhoz, hogy akkor ő csináljon egy jól exponált képet, éles képe, egész más tudás és elvédítség kellett hozzá. Aztán látjuk, hogy igazából az idővel hogy haladt át részben kompozícióban, részben technikában, tehát hogy a polaroidot is végül is használta. Így különben egy kicsit fotóriporternek is tekintett, de lehet, hogy csak azért, mert szeretett. Visszatérve egy kicsit, mindig a 80-as évek közegére, nekem mondjuk az első kiállítás, az 82-es. 81-es. Azok a helyszínek, amelyeken először megjelentek a képei, tehát azok a galériák, azok a helyszínek a 80-as években mennyire voltak valóban elfogadott többek által ismert helyszínek a fotográfiában. Az Andrásnak volt egy érdekes meglátása egy beszélgetésben, hogy voltak olyan képek, amelyek fotóriportokban nem jelentettek meg a adott esetben újságokban, a kiállításokban már hozzáférhetőek voltak a 80-as évek közepe tájékától, gondolom. Az a fajta fotográfia persze, amiről az egyre kisebbeken szólnak, az természetesen nem ez a kategória, mégis felveti benne vannak a kérdését, hogy van-e valami fajta emlék arról a közönségről, akik látogatták ezeket a kiállításokat, akár személyes emlék, akár többieknek abból az időből, tehát hogy milyen helyszínek, fiatal művészek útra például, ahol igazán ezek a külön szerelmesek fordultak. Mennyire tudtak egymástól, de valójában ez az, ami érdekelne, hogy abban az időben, amikor együttműködtek, mennyire tudtak egymásról, milyen fajta visszacsatolás volt. Ezt most hosszan kérdeztem, de először akkor a helyzet kérdezem, hiszen az első kérdéshez hozzá szó. Ezek a helyszínek nem voltak a mai értelemben, galériák, nem kereskedelmi galériák voltak, hanem hát ilyen kollégiumoknak a klubjai, Bercsényi, Galéria 11-nek ezek. Aztán később a Budapest Galéria is úgy bele kapcsolódott. Hát ilyen iskolák, meg ilyen ifjúsági helyek. Hát egyébként azt is ilyen rokonnak érzem ezt a mentalitást, hogy kertész is mint egy ilyen naplószerűen fényképezett magának. Tulajdonképpen egy kicsit hasonlóság, hogy én is így csináltam, és amikor az ember egy ilyen konkrét feladatot kap, akkor már feszeg, hogy most a
tényleg meg tudom ezt csinálni, ezt, amit elvárnak tőle. Hogy nagyon élesen elválaszt az ember magában, hogy ez munka, ez pedig az, amit én csinálok. Ráadásul sokáig még volt, meg van is. De érdekes egy fotográfiai életműben az ember mindenféle fényképet, és hogy szeretett állítani, hogy érdekes, hogy valamit én csináltam, de nem érzek a magaménak, hanem az csak munka, meg valami, lehet, hogy nem is olyan jó, vagy nem olyan érdekes, de én azt szeretem, az az egyéb. Ha visszatérve a helyekre, és ezek jutottak eszembe, és még most is például pont a bizottság kiállításnak az áró napján találkoztam valakivel, aki mondta, hogy ő emlékszik, hogy ott volt az első kiállításunk a 81-ben a Bercsényében, és onnan is felengem. És azt mutatja, hogy hát volt egy, hát nem mondom, hogy szűk kör, de hát ez mégis egy ilyen társadalomnak egy ilyen része, akiket bizonyos fajta dolgok érdekeltek, és sokért találkoztunk, hogy nem is ismertük személyesen egymást, de azok valahogy most is ráestünk egymásra. Tehát, hogy amit Káros gondolt, hogy ezek az elvetemültek, akik így valami megy bele. Meg hogy akkor, hát az is igaz, hogy akkor tényleg nem volt annyi minden, mint most. Tehát akkor mindenki ugyanarra a megjelent, amelyik nem volt. Úgyhogy hát még ugye vidéken is egyébként a Szombathelyen volt egy utca galéria, akkor ott is valami iskolának is volt egy ilyen galériája, meg hát mondom, milyen helyeken. Valahogy ez így terjedt, és úgy hívtak, mert én soha nem tolakodtam, hogy most akkor ide, hogy ott akarok menni, mert egyszer csak így megjelent valamit, látta itt, vagy olvasta ott, vagy valami, és akkor mennek már hozzá, és akkor adjám, hogy levelem legalábbis történtek dolgok. Ez nagyon érdekes, mert ahogy utána olvastam, akkor akadtam abba a műsor részletben, ami által a Petőfi Rádióban hangzott, Rebeke László beszélt. Egy bizonyos Szilágyi Lenke nevezett fotográfusról, akit ő 86-ban már a fotográfiai mesterének nevez. És azért is kérdeztem azt, hogy egymás után végülnek egymásra a kiállítások ezek szerint meghívásos alapon. Igen, most teszem, hogy volt a Veszprémben egy ilyen dokumentum című, tehát kiállítássorozat, azt kiállítássorozat, hogy nem tudom, két évet, vagy volt szadnyi, többször a Veszprém Egyetemet. És akkor oda valahogy így meghívtak, hogy talán 81-es kiállítás után, ami egyébként Fákó Árpáddal különösen volt a Bercsényben. És mondom, ahhoz képest tényleg, hogy mi a semmiből bukkantunk elő, akkor jöttünk ki az iskolából, hihetetlenül sokan voltak ott, és mondom, hogy akkor valahogy a mozgóvilágban volt egy bárkép, és akkor így terjedtek ezek a dolgok. És valahogy így mutat meg erre a dokumentumra, és hogy akkor kezdtem el így felbukkantani, beszivárom ennek a fotográfiák az életben. Igen, itt most láthatunk néhány képet, amit a fotografus.hu-n is ismerhetünk tőle. És azt szerettem volna még megkérdezni ezzel kapcsolatban, hogy a jelenlevők, ahogy a Verzső nagy kérdésben is kérdeztem, a 80-as évek során, amikor az a közeg nyilvánvalóan másféle közeg volt, tudtak-e igazából egymás munkáiról, illetve hogy követték figyelemmel? Hát hogy ne, azért nem voltunk olyan elszigeteltek az Istennél, mert hogy azt mondjuk, hogy gulág volt. Kérem szépen, hát volt nekünk egy fotográfus csoportosulásunk, úgy hívták, hogy Stúdió Nadar, amely a képzőművészeti főiskola professzorának, a híres művészettörténész Végvári Lajosnak a szárnyai alatt bontakozott ki. Tagjai voltak ugye, akik most, akinek a képeit látták, a Schwanner Endre, a Féner Tamás, a Boldos Gábor, sorolhatnám sokáig, és hát évekig összejártunk, egymás képeit néztük, bíráltuk, és kiállításokat rendeztünk, és hát azért a fotográfus szakma tudott egymásról, nem volt ez olyan nagy, de
azért egymás munkáit figyelemmel kísértük. Hát a 80-as években már pláne. Úgyhogy nem volt a fotográfiának ilyen értéke, nem volt ilyen, de azért kiállítások voltak. Hát azért a műcsarnokban Fénert Tamás kiállítás volt, Emző Károly kiállítás volt. Nekem is az én első kiállításom a műcsarnokban 1974-ben volt, a második 88-ban. Nagy látogatottsága. Szóval azért nem volt úgy elásva a fotó, csak nem volt ez a mai rangja. Hát ez a lényeg, azt hiszem. De azért elárulom, a világban sem volt. Hát a világban sem volt az, hogy a Dandré kertészél sorba álljanak a 80-as években, még nem állt. Na de hát az amerikai történet is jellemző, hogy addig, amíg a New York-i Modern Művészetek Múzeumában ki nem állította az André Kertész, az új igazgató, a John Sarkovsky, addig az André Kertész vergődött. Depressziós volt, nem találta helyét, megélhetési gondokkal küzdött, és az, amit én az előbb meséltem, hogy 10.000 dollárt adnak egy printért, ugye akkor már az 84-et írunk, ez nem a 70-es évek. Tehát addig még nem volt az a nagy felkapottsága a fotográfiának. Mi aztán lassan követtük Amerikát is, meg a nyugatot. Lassan meg, ahogy ezt szoktuk, mindig is lemaradásukkal. András? Szerintem nagyon sok mindenről tudtuk a 80-as évek közepén. Nem minden volt teljesen hivatalos információ, de ha valami botrány történt, volt ilyen sajtófotó kiállításon pár szóval. Egy-két kép nyert is, de volt három ember mondjuk, aki körbe ment előtt és levetetett közünk néhányat, mert olyan baromi cikinek tartották mondjuk, hogy az akkori szovjet külügyminiszter Makkos-sapkában van, de kalapba szokták meg, és nem nyertek. A zsűri díjazta a képet, de levetették. Aztán nézzük. Nem tették vissza. Nem. Emlékszem rá. Akkor volt olyan, hogy a firma kollégám csinált egy statiszta forgatást, ahol voltak messzelen nők meg férfiak. Szintén díjnyertes lett az anyag, szintén levették. Mert hogy mit fognak hozzászólni. Abban az időben volt nekem is egy Lengyelországból szóló három képen, nem volt olyan fú, de átütő, de Lengyelországban a Szolidaritás szakszervezet meg a pápa tündökölt, és azt is meg kellett venni. Az nem nyert semmit. Tehát ott mondjuk sokat nem vesztettek a nézőkben. Kellemetlen volt, hogy ki volt írva, hogy díjazottak, Friedman Endre statiszták, Pólya Zoltán, Romikó, és a képek nem voltak a falon, de a szövegek még kint voltak. Tehát a képek igazából híresebbek lettek ettől, mert mindenki azonnal, aki bennfentes volt, meg akarta nézni a képeket. Nagyon hamar ezek elterjedtek, mindenféle más dologról is tudtunk. Tehát volt annak idején egy nagyon jó kis kiállító terem, hát volt több is, persze volt a Vadas Ernő terem még. Az MT-nek volt a kiállító terve, az is jó volt. Volt a Fényes Adolf terem is, volt olyan kiállítás, mondjuk a Timár Péternek volt a Halottakról egy nagyon nagy kiállítása. És akkor már ugye 80-as évek közepén túl voltunk, és nem lehetett csak úgy bezárni egy kiállítást, úgyhogy kitalálták, hogy nem zárják be a kiállítást, technikai okok miatt nem látogathatunk. Viszont a katalógus megjelent, és úgy hű alatt lehetett azért kapni, meg a műcsarnokba is árulták. Tehát voltak azért ott olyan dolgok, olyan sorozatok, amik igenis érdekesek voltak. A Szarka Kláránál a Műszaki Egyetemen. Ott kezdődött igazából a sajtófotó és egy csomó hasonló ilyen kiállítás, mert valamiért a Szarka falra merte engedni, és egy kicsit olyan képek voltak, amire mindegyik főszerkesztő azt mondta, hogy ezt nem rakjuk be az újságba. Hagyjátok be kiállításra, pályázatokra. Ha már nyert a pályázaton, akkor már könnyebb volt kiakni. Ugye a Klárinál ott az egyetemen volt egy kicsit ilyen pezsgőbb élet, és ott sok mindent ki lehetett állítani. Nem csak riportképeket, tehát ott a Tóth Gyuritól kezdve sok mindenki volt a falon, ami máshol nem
és egy ilyen közeg, kifejezetten egy egyetem, nagyon jót tesz igazából a képeknek. Tehát fiataloknak van véleményük, bátorságuk, főleg ha más látna, mint a hivatalos propagandában. Tehát akkor még egy picit több merészség kellett bizonyos dolgokat lefényképezni, és bizonyos dolgokat kiállítani, mint ma. Ma csak a jó ízlés szabhatárt annak, hogy egy fotográfus mit csinál. Abban az időben más határok is. Miközben egy sok érdekes dolgot hallgatom, az utat eszembe, hogy tényleg egy 80-as évekes André Kertész, ami fejünkben biztos, hogy jó két dolog volt és összekapcsolódik. Mert hogy egy kertészet egy különböző, mondtuk, különböző módon közelítettünk, de hogy megragadott bennünket, és azokkal is foglalkozunk vele, és egyre inkább elmélyülünk benne. És az a szuverenitás, ami jellemzi kertészt, ami engem nagyon megragadott először, amiatt szerettem meg a Szilágyi Lenke képeit, és voltam, vagy vagyok én is, mert alig voltam odaadva az ő munkásságának is. Ez az egyik dolog. A másik, hogy valóban körülbelül ezektől a 80-as évektől vette magyar értelmiség, kulturális közeg egyre komolyabban a fotográfiát, és maguk a fotográfusok is vették egyre komolyabban saját magukat és ezt a szakmát. Úgy szép lassan azt hiszem, hogy igyekeztünk mindjárt felvenni a kertészhez. Szilágyi Sándor mondta azt éppen Lenke és a kertész kapcsán, illetve írta azt, hogy egy metafizikai bármilyen evelés nosz. És nagyon érdekes, hogy ahogy mondtad, hogy szerintem személyesen soha nem sikerült találkozni vele, ugyanakkor valami elképesztő lehet, amit te is ráérezni arra, hogy kinek a nyomdok, hogy így jár az ember. És azt fogalmazódott most meg bennem itt a beszélgetés közben, hogy miközben arról beszélünk, hogy autonóm személyiségről van szó, aki alkotó, miközben arról van szó, hogy mindenki a saját útját próbálja járni, a közben valóban határokról is beszélünk, és ennek picit az érdekelne, és azt próbálom megfogalmazni kérdésként, és nagyon örülnék, ha választ is kapnék rá, hogy körülbelül mikor tehető, hogy lehet ezt felidézni, hogy mikor a tehető, amikor az ember tudatában lesz, hogy azok a határok, amelyek van, amikor kötötték, amelyek megszabták azt a mozgásteret, amelyen belül közé terette a képeit, vagy amelyen belül elkattinthatta a kép, azt a képet, amit éppen akart volna, hogy ezek a határok megváltoznak. Hogy az ő saját egyébként jól érlelt vagy vágyott autonómiája, az egyértelműen még helyet és teret is kap ahhoz, hogy megélhessen. Ezt elsősorban az adástól kérdezem, mert ő beszélt most a határokról, és arról is, arról a szituációról is, amit egyszer említett egy kádáról készített képén, hogy elkattinthatta azt a képet, amikor egy kicsit már megereszkedett, és egy kicsit egyedül volt. Hogy lehet-e ezt felidézni, ezt a, nyilván nem egy meghatározó momentumot, de körülbelül ugye az itt lét ennek. Lehet, igazából lehet. Mondjuk kertészen sok köze nincs a dolognak, de a 80-as évekhez van. Tehát tényleg úgy kellett fényképeznünk a 80-as években, hogy voltak engedett témák és tabu témák. A tabu téma volt például a kábítószer. Nem lehetett fényképezni kábítószereseket, éppen amikor fényképeztünk, akkor se lehetett meg. Amikor néhány lap megpróbált áttörni bizonyos határokat, magyar nemzet abban az időben, meg a magyar hírlap nem azonosak a mostaniakkal, csak névben, de szellemiségben mások voltak akkor, és megpróbálták áttörni ezeket a határokat, akkor valamire jó jött az, hogy vannak ilyen képek. De évekig nem publikálhattuk őket. És a határok azok ugye a kollégáknál is mások voltak, mert azért a fotográfiai közélet mások. Tehát elő-elő fordult az, hogy kollégák följelentették egymást, tehát nem volt kellemes ezt így végigélni. Tényleg annál a kávárképnél tényleg megfordult a fejembe az, hogy most látják az MT-sek, hogy én fényképezek vagy nem, mert ha látják, akkor látják, hogy ez nem egy olyan
szépen mosolygó, szépen tusált kádárban temetők is szoktak általában kiadni. Hozzáteszem, az MT-sek közt is nagyon sok, nagyon jó kép született abból az időből, és amit bizonyos urak nem cenzúráztak ki az MT archívumából, azok még megvannak szerencsére, de van olyan is, ami sajnos csak úgy maradt meg, hogy a kópia megmaradt, mert valaki megcsinálta az anyagot, gyorsan mondok el róla egy szériát, nem tudta, hogy el fog tudni a negatívja, de utána eltűnt. Tehát volt mondjuk egy félelem, hogyha csinálunk valamit, és az kiderül, akkor abból lehetnek problémáink. Nálunk nem a szerkesztőségben volt ilyen, hanem a szerkesztőségen kívülről jöttek ilyen problémák. De kertészmunkásságban nem látok én ilyen problémákat szerencsére. Tehát kifejezetten szép, békés, és hogy mondjam, konfliktusokat nem ismerő képek vannak, viszont a vizualitás határaik nagyon kiszélesítik. Igen. Hát én megfordítanám azt, hogy nyilván a behatárolóság is zavaró tud lenni, de a határtalanság is. Hát most viszont már. Szóval engem a nagy mennyiség az zavarba tud hozni. Tehát most már az interneten bár millió számba lehet nagyon jó képeket találni, és úgy érzi reggel, estük, meg estük, reggel. És az ember ugye elvezetlen, hogy most mi számít, hol tart, hogy mi van egyáltalán. Ez egy sokkal technokratább kor, persze, mint amiben ő végélt. És viszont az egész nem baj, mert a technikai fejlődés az mindig újfajta kreativitásokat is előhív, tehát ez egyáltalán nem baj, csak hogy így a látványba való belefeledkedés. Szóval az ember sokkal kevesebb időt tölt el egy képpel, mint esetleg ő meg a vannak idején. Úgyhogy nekem ez egy állandó probléma, ez a tulajdonképpen el is leszél kedvem, csak szóval, hát, hogy annyian sokkal jobb képeket csinálnak, és mit. Gyökről érjük magunk, de hát jól csináljuk valakit, ez egyértelmű. És nyilván nálam is elfogtak jó szemben, szerettek szemét csinálni. Nem tudok így a határ, mert én nem éreztem, hogy persze nyilván lehetett tudni, hogy bizonyos képeket nem érdemes, hogy nagyon elvisel valamit se kell majd nekik, de én is úgy voltam, hogy magamnak fényképeztem, aztán először is gondoltam rá, hát jó, hát a fióknak készültek persze, de aztán kiderült, hogy esetleg van rá más érdeklődés, és nem csak a fiók. Hát nem tudom tovább. Nem tudja, kérdésre válaszoltam meg. Valószínűleg utólag értelmezek, azért van egy kis különbség a két megszólalás között, az András és a Lengyel között, igazából nincs képészítik egymást. Az András az ő főállású fotóriporter volt, akinek ráadásul egy idő után a boltban dolgozott, tehát ott a kerekek lányai, az egy külön történet, akartnál dolgozni. A Lengyelnek is nyilván meg kellett élnie, de azért ő elsősorban, mint a fotók közműködött. És én is azt mondom, hogy a Lengyel sokkal kevésbé érezte. Tehát azért már a tényleg nem világon éltünk. Tehát a különösen 80-as évektől kezdve a belőle ilyen el lehetett lépőzni. Csak hogy bizonyítékot mondtam. Én az, akkoriban Magyarország legnagyobb képeslapjánál dolgoztam, nőklapja. Ne tessék ettől megriadni, rendkívül színvonalas volt, hetente 1 millió példányban jelent meg a 70-es, 80-as években, és minden volt benne. Tehát nőklapja családi lapnak hirdette magát, de a riportástól kezdve a színházig, a táncig, a külföldi tudósításokig, a legkülönbözőbb úti anyagokig, és nagyon nagy hangsúlyt kapott benne a fénykép.
Na most talán megér, talán jobban értelmezhető lesz, ha elmondom, hogy én 10 évig fényképeztem egy ingázó munkásnak az életét. Ebből született egy könyvem és egy kiállításom, az a címem a vendégmunkás. Ez az ebből készült képekből a nőklapja 1983-ban, tehát itt vagyunk, amit az Éva mondott, hogy 80-as évek. 1983-ban 3 részből álló sorozatot közölt, 3-szor 2-2 oldalakat azzal a címmel, hogy Budapest, Tiszaeszlán, Budapest. Tehát ez is a magyar sajtóban történt, a legnagyobb példányszámú heti képesi pillanatban. Ez mindig az, és tényleg aki látta azt az anyagot, a könyvet, ez egy nagy áttörés volt, minden. Erről jutott eszembe, hogy abban az időben én a Magyar Szemlénél dolgoztam, mert külügyminisztérium lapja, ahol a Gera Mihály rendszeresen hozott mindig egy számba egy nagyon jó fotográfus, egy nagyon jó fotográfiát, és hogy az anyag elkészült a Péternek, akart egy ilyen képet hozni, és óriási utat tört ki a főszerkesztő helyettessel, aki nem akarta engedni azt a képet, amikor a vendégmunkás egy kenyérrel a vonal alatt megy a lépcsőn, mert hogy az azt jelenti a Szovjetunióban, hogy megint nincs kenyér Magyarországon. Tehát szóval voltak olyan szemléletek, amit ma elképzelni nem tudunk, és az ember rossz álmaiban emlékszik legfeljebb ilyenekre, tehát egy egész más világ volt. Tehát természetesen a Németh Irén, mint felvilágosult főszerkesztő gond nélkül leengedte, mert ez egy elég nagy, hihetetlen jó szociográfia, de nálunk volt olyan ember, aki ettől megijedt, hogy hú, mit fognak szólni. Tehát ez a kettősség érvényesült már a 80-as években. Igen, ez többféle kényszer, és tetszett kell szembenézni valóban minden napokban is. Valójában az érdekelt volna itt, hogy az autonómia, ami kettészen is nagyon fontos, az milyen lehetőségeket kap, illetve hogy milyen esélyei vannak annak, hogy az ember millió elfogadtság ellenére, vagy a megbízások ellenére, vagy a nem szeretem, és úgynevezett rabszolgamunkák ellenére, amelyeket ugye a kertész is végzett, és így is nevezte amerikai időszakban. Tehát, hogy ezek ellenére milyen mozgástere van arra, hogy a saját ízlése, a saját akarata szerint valósíthassa meg azokat a képeket, amelyeket akar. Pont a 10 éves munkáj kapcsán mondta azt Péter, hogy azért nem, hogy már csak a sikerkedvéért fényképezzünk, hogy nem már csak ezért nyilván elmondhatjuk, hogy a jelenlegek azok mindannyian a saját autonómiának megfelelően is készítettek képeket, és hát remélem, hogy ez az a pont, ami közösen megragadható és köthet bennünket továbbra is kertészhez. Végezetül én egyetlen egy kérdést tennék fel mindenkinek most. Ha azt kellene mondanom, ezt egy beszélgetésben megkérdezték tőlem, és rendkívül nehéz kérdés volt, és mégis valahogy válaszoltam rá. Azt kérdezték, hogyha nagyon röviden kellene összegezni, hogy mit gondolok kertészről a leginkább, hogy mit gondolok rá egy jellemzőnek leginkább, akkor azt találtam mondani, hogy egy szabad játékos szellem. Kárai nyugt állítóval is tudom, hogy az érzéki örömet emeltek, de hát ha valami mást is hozzátenni ehhez. A beszélgetés elején említettem, hogy nekem az első megközelítésben a fejedé volt a kertész, ez az bevallott továbbra is az. Azt hiszem, egy életprogram nekem a kertész rendjének megfejtése. Mert hatni hatnám, sok mindent tudok okoskodni, hogyha szorít a határidő és meg kell adni az irányt. Hogy ahogy nagyon komolyan nem parancsolnak, és különösen, hogy egy vagy egy-két mondatot kéne megfogalmazni, akkor egy kicsit bajba lennék. Úgyhogy ezt annyiban állítom, és inkább más mondom, hogy azt hiszem, hogy André kertész mi azért lehet a hálásnak a sorsnak, hogy volt egy ilyen fényképész,
nehéz. Mert mindenkinek segít, hogy a fotográfia ez a csodálatos dologhoz egyre közelebb kerüljön, ugyanis szerintem nem rekordra, világnézetre, ízlésre való tekintet nélkül mindenkit meg tud érinteni, és valahogy, közelebb hozni a fotográfia. Ez az egyik dolog, a másik dolog, hogy ráadásul, amit művel, az valahol, valahogy sehova sem tartozik, határozott újfaj, stílust és irányzatot illetően. Másfelől pedig mindent összefog. Én azt hiszem, hogy az igazán izgalmas dolgok az mindig valahogy a határterületeken születnek. Tehát amikor nem lett se, Mozartról is tudjuk, hogy valami tökéletesen betetőzött tényleg, de azért ahogy ő csinálta, hogy senki más nem tudta csinálni. Nekem kertészben talán ez most a legérdekesebb, tehát ezt az ember fejlődés csak így az magányát. Tehát egy hosszú élet, amiben is nem történik. Úgyhogy nehéz legyen egységbe foglalni ezt az egészet. Nyilván sok minden hatott rá, meg egyébként ez nagyon vicces, aki már eszembe jutott, hogy azt, hogy mennyire nem tudok azonosulni Amerikában, az nekem abból is leért, hogy valami eszméletlen magyar akcentussal beszélt angolul, szóval ez neki annyira kellett rögni, amikor meghallottam egy ilyen kis filmbe. Elkanyarodtam. Nyilván már nem tudok bölcsességet mondani. De szóval nekem tulajdonképpen ezt adja, hogy nagyon sok felület itt beleperekedve a képekbe, és ennyi. Tehát valahogy akár mennyi minden történt, mert mindig át tudok szűrni egy ilyen lát, egy ilyen eszenciális látványba. Hiába nagyon sok kérdék a képeivel, azt hiszem, hogy mégis csak egységesek, hogy valahogy tényleg egy ilyen elmélyült átélés. Kérdésem, hogy jól mondtam, tartok, hogy kiválthatom, tehát szinte kertész-kertésre jutta volna meg egy idemény kertésznése. És ami nekem nagyon érdekes kertészben, hogy nem nagyon látunk agresszív képét. Nincs. Ez egy olyan békés ember, olyan szépen komponál, hogy igazából, mint a zeneszerzőknél vannak picit agresszívebb, kevényebb zenék, és vannak lágyabb, nagyon kellemes zenék. Nekem valahogy inkább a nagyon lágy, kellemes zenék, és ugyanakkor a hihetetlen kompozíciós merészség. Amikor én életemben először megláttam ezt a Te meg én képet, tehát aki nem ismeri a képet, az arról szól igazából a kertész felesége. Egy közeli arckép, de félbe van vágva az arc, és csak az egyik fele van a képen, és a kertész keze a vállán. Hát ez valami olyan elementárisan pofán vágott engem, hogy hetekig gondolkodtam azon, hogy ugye a fenébe van az, hogy ezt kitalálta, én meg nem tudok ilyeneket kitalálni. És nagyon rosszul éreztem magam, máig rosszul éreztem magam, ha elnézek, azt mondom, hogy a tökéletes kép, amit valaki már megcsinált, én végül is egyszer a Balett albumomban csináltam egy hasonlót, de az már egy ilyen parafrázis a kertésztem égjének, mert az abból indult ki, de a kertészé még mindig jobb. És hogy mondjam, szóval nagyon hívlem ezért a fesztelenségért, lazaságért, és tényleg benne volt az, hogy a kertész képei tulajdonképpen örökké való alk, amiatt, mert nem, az esetek 98%-ában nem híres emberek szerepelnek rajta, hanem egyszerű emberek, egyszerű jelenetek, és ezért megfejthetőek a világ minden táján. Tehát gondolják el ma, mai fotográfiában, valaki lefényképez egy Obamát, amíg tudjuk azt, hogy ki az Obama, az egy érvényes kép valamilyen szempontból. 40 év múlva a lakosság nagy része nem fogja, nem biztos, hogy tudja, hogy ki az Obama. Nem tudja értelmezni a képet. És egy ilyen kis ország fotósának, mint kertész, ez egy nagyon érdekes, valószínűleg ő sem gondolt ebbe bele,
hogy ezért nem fényképez ilyen nagy politikai vagy egyéb eseményeket, de megnézik a háborús képek is békések. Nekem ennyi kertészik, de tehát nem elmondható így, azt hiszem, két-három. Hát igen, hozzá, amit mondod, a lengyel hosszú életet ért, sok évtizedet, és ez alatt a sok évtized alatt rengeteg hatás érte, és mindent át tudott szűrni magán, és mindig megmaradt annak az André kertésznek, akit az elejétől végig látunk. Nagyon érdekes, amit az András mondott, hogy nincsenek agresszív képek, tényleg nincs. Viszont rendkívül humánus fotográfus, árad belőle az ember szeretet, és még valamit ére, ami nekem az ő nagy titka, hogy belőle úgy árad a fotográfia árad úgy, mint a zene. Szóval olyan természetességgel jönnek ki a képek, az első képek, de gondolják el, hogy az első lelkesedés, ugye amikor esti képeket látunk tőle, az a lelkesedés, és a végén az a kétségbeesett, szomorú időszak az életének, amikor már felesége halála után egyedül maradva, már csak azok a lakásban látott kis üvegfigurák maradnak, amiket a polaroiddal megörökít. És mindig ezt érezzük, hogy kép, minden képé válik. Minden, de milyen más képé válik Párizs? Nézzék meg majd a Párizsit, hogy fényképez egy Párizst, és hogy fényképez egy New Yorkot. Mindig ő van rajta. És ez csodálatos. És még egy valamit azt hiszem neki köszönhetünk, egy bizonyos halálfúra legúj ember, hogy elkezdett fotográfálni, és nem csak cikkeket írni. Ő Brassai néven ismerik, csak ő nem akart fotográfus lenni soha, hanem először elég festőnek, szobrásznak, aztán ez valahogy nem jött össze eléggé, és akkor a kertész tanította meg fényképezni. Tehát igazából ez is egy nagyon nagy dolog, hogy valaki úgymond kinevel egy barátjából egy szintén másik világhírű fotográfus. Ez is nagyon ritka, nem nagyon tudok rá sok példát. Hát és belül ellenségeskedés egy életen át. Hogy kérdezem meg egy csoport? Nem, ez a vég. A vendégeinktől is. Ebben az esetben én szeretném köszönni a türelmet, a figyelmet, és azt, hogy voltak. Köszönöm szépen.